Ebben a sorozatban az apostol Saul leveleit fogjuk megnézni, melyeket az efézusiakhoz írt, és ki fogjuk deríteni azt, hogy mi az, amit valójában ennek a gyülekezetnek Saul írt, és hogyan tudjuk ezt felhasználni mi, akik az ő, illetve természetesen Jahusá Hamásiák nyomdokaiban szeretnénk járni. Nézzük tehát Saul efézusiakhoz írt levelének harmadik fejezetét, mely így kezdődik. Ezért én, Saul, Másiáknak fogja, ti értetek, pogányokért. A kifejezés, melyet használ, fogja, ez desmios, úgy mint megkötözött, megbilincselt vagy egy fogoly, illetve egy rab. Arra utal, hogy ő Jahusá Másiákot szolgálja, mint egy fogoly. Ezen kívül a zsidókhoz írt levél 13-as fejezete lehet, hogy több információt is ad. A 3-as vers így szól, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogoly társak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Itt, mintha arról beszélne inkább, úgy, mint gyötrődők, akik a testben vannak, hogy a testnek a foglyai és harcolnak állandó jelleggel a bűnnel. Szolgálja Jahusá Hamásiákot, és állandóan harcban áll a bűnnel azt, amit a test szeretne, amibe ő be van zárva. Egyébként maga a szó, desmios, ugye megkötözöttet jelent, vagy megbilincselt. A test az, ami megbilincseli az embert. Amiből ered ez a desmos, úgy mint kötél, kötelék, vagy pedig bilincs. De az alapszó az deo, mint megkötni, vagy összekötni valakit, megkötözni, vagy megbilincselni. A fogoly társ, amiről beszél, az pedig szün deo, úgy mint ahogy szó szerint valakit megkötözni, összekötözni, vagy pedig együtt megkötözni. Szün, együtt, teó, megkötözni. Ő itt úgy fogalmaz, hogy Másiáknak a fogja, ezen a harcon kívül arra utal, hogy ő eljutott az igazságra, és ezáltal szolgálja Jahusá Másiákot, így hozzá van kötve az ő fogja, a szolgálat révén, amire elhívta és amit csinál. Ugyanúgy, ahogy mindannyian az ő fogjai vagyunk. Ő az, aki az életét adta értünk, így nekünk is az életünket kell adni neki. A Római Levél 12-es fejezetében azt írja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, Elohimnek irgalmasságára, szánjátok oda a ti testeiteket élő, hodes vagy szent, Elohimnek kedves áldozatul. Érdekes, amivel befejezi, az pedig az, hogy mint a ti okos tiszteleteteket. Hogyha megnézzük pontosan, hogy mi is az, amit mond, a Szent Imre azt írja, ez legyen a szellemi hódolatotok, míg K.D. úgy fogalmaz, hogy Elohimnek tetsző áldozatú, észszerű Elohim tiszteletetek. Érdekes módon a szó, amit használ az eredetiben, annak nem igazán van köze ahhoz, hogy okos tiszteletetek. Nézzük meg, az okos az logikus, úgy mint észszerű vagy okos, de egyébként úgy mint igei. A tisztelet pedig latreia úgy mint szolgálat. Az ember tehát odaszánja a saját testét úgy mint egy élő áldozat, és ez az ő szolgálata Elohim felé. Kefa első levelében ugyanezt írja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, kodes vagy szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal, áldozatok, melyek kedvesek Elohimnek, Jahusá Másiák által. Erre utal Lukasz 9-es fejezetben maga a Másiák is, mikor azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő karóját vagy hozzáját minden nap, és kövessen engem. Az embernek meg kell tagadni a saját magát, úgy, mint hogy visszautasít vagy megtagad, felveszi az ő saját karóját minden nap és követi őt. Ez a szó kereszt egyébként stauros, úgy, mint szölöp vagy pózna, de bármi, ami egyenesen áll, megáll, az ez a kifejezés stauros.
Ugyanezt mondja egyébként Márk 8-as fejezetben, a 34-es versben, de szintén ez ismétli meg Máté vagy Matit Jahu 16-os fejezetben. Erre utal Saul, mikor azt mondja, hogy ő Jahusa Hamásiák fogja, hogy az embernek meg kell tagadnia magát, és járni az utat, melyet Jahua kijelölt az ő szava által, ami Jahusa Hamásiák volt, aki feláldozta magát, és így nekünk őt kell szolgálnunk. Meg vagyunk kötve, össze vagyunk kötve vele, illetve a saját testünkkel, az ember fogoly mindenféleképpen. Az alázat és az engedelmesség az, amivel ki tud szabadulni ebből a rabságból a végén az ember. Ha bizonyítja azt, hogy az ő hite valóban igaz, és az pedig engedelmességet és alázatot kíván meg. Meg türelmet persze, sok más egyéb mellett. Még nézzük meg azt a szót, hogy pogányokért, mert ez zűrzavart okoz a legtöbb fejben. Ez a szó etnos. Ahogyan már számos alkalommal mondtam, ez nem feltétlenül a más népekbeli embereket jelenti, mint ahogy itt is le van írva. Etnos, ez nép, törzs, nemzet, egyes számban sokszor Izraelre, zsidóságra vonatkozik. Másodszorban idegen, vagy nem izraelita, vagy jehudim, nemzet, pogány nép. A Tanák általában a goy, vagy a többes számú alakját a goyim szót használja, ez pedig nemzet nép. Hogyha a Gesenius-t megnézzük, az azt mondja, hogy nemzet nép általában nem izraelita népekre, de Ábrahám leszármazottaira, Izraelre is vonatkozhat. Így tehát láthatjuk, hogy ez egy téves elképzelés, hogy amikor azt mondja, hogy pogány, akkor mindig azokra gondol, akik nem izraeliták. Ez egyáltalán nem így van. Péter az első levelében, a második fejezetben így ír. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket, paroikos, idegen, jövevény vagy pedig bevándorló, és idegeneket, mint parapidemos, idegenben lakó, jövevény, emigráns, bevándorló, vagy pedig idegen. Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a ruach, vagy lélek ellen vitézkednek. Erről beszéltünk az előbb, hogy a test és a lélek állandó harcban áll. Ez a fogság egyik eleme. De a lényeg itt az, hogy magatokat a pogányok, vagyis etnosz közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket a jó cselekedetetekből, ha látják, dicsőítsék Elohimet a meglátogatás napján. Kik ezek a jövevények és idegenek, akik a pogányok között vannak? Akkor ezek szerint a jövevény, és az idegen nem egyenlő a pogánnyal mindig. Annak ellenére, hogy a pogány ugyanaz a kifejezés, amit az előbb is használt, etnos. Egyes számban sokszor Izraelre, a zsidóságra vagy az izraelitákra vonatkozik. De egyébként lehet nem izraelita nép is. Ezt leírja az előző fejezetben. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, kodes nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak utal Elohimre hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ismerős lehet mindenki számára a választott nemzetség, királyi papság, kodes vagy szent nemzet. Ez sem ott második Mózes 19.3-as fejezet. Mosé felméne Elohimhez, és szóla hozzá Jahua a hegyről mondva. Ezt mond Jakób háza népének, és ezt ad tudtára Izrael fiainak. Ötös vers, mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, ami brit, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, az ő öröksége, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nekem papok birodalma, és egy szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. 5 Mózes Dabarim 7-es fejezetben így szól a 6-os vers, mert Jahuának a te Elohimednek Kodes népe vagy te, téged választott Jahua a te Elohimed, hogy saját népe légy neki, minden nép közül e föld színén. De ha tovább folytatjuk, 1. Péter 2. fejezet, ez a 10-es versből szintén kiderül, hogy Izraelről beszél. Ez így szól, akik hajdan nem nép, most pedig Elohim népe, akik nem kegyelmezettek, most pedig kegyelmezettek. Ez Hósás 2. fejezet utolsó versza így szól, és bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Lo Ruhamának, és azt mondom Lo Aminak,
én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én hatalmasságom. Amiről írt Kefa, hogy nem volt kegyelmezett, ez Lo Ruhama, mert nem kegyelmezek többé Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. 9-es versben, ez Hosea első fejezet, nevezd őt Lo Aminak, mert ti nem vagytok az én népem, és én nem leszek a tiétek. Ez az, amiről beszél itt Kefa, hogy nem voltatok nép Lo Ami, nem népem, és most pedig népem vagytok, ami nem kegyelmezettek, lo ruhama, most pedig kegyelmezettek. Ez Izraelről szól mindvégig, és úgy beszél róluk, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és mint idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amely a lélek ellen vitézkedik, magatokat a pogányok közt jól viselvén. Azt szerettem volna megmutatni, hogy a pogány, jövevény, idegen az nem mindig olyan egyértelmű, hogy mit jelent, de a szövegkörnyezetből kitűnik, hogy mi az, amiről beszél. Itt az utolsó példa erre, ez Jakob vagy Jakab levele, és abból is az első fejezet, ahol így ír Jakob vagy Jakab, Elohimnek és Adon Yahushua másiáknak szolgálja, az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletem. Bűneik miatt szétszórta őket Jahua a népek közé, ez az, amire utalít Jakob, de erről beszél Péter is, és ez fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, amire gondol Saul, de úgy általánosságában is, hiszen a legtöbben még mindig azt gondolják, hogy mikor azt látják, hogy idegen, jövevény vagy pogány, akkor az mindig valamiféle más népre utal, és nem Izraelre. Azonban innen kiderül, hogy ez nem igaz. Itt Jakab megnevezi a 12 nemzetséget vagy törzset, mint elszórtan élők. Ugyanazt írja egyébként a Szent Imre, üdvözletem a szórványokban élő 12 törzsnek, vagy pedig a Káldi a szórványban élő 12 törzsnek. A szó, amit használ úgy, mint elszórtan, ez diaspora. És ezt mind a mai napig használjuk, akkor, amikor egyik nemzet egy másik nemzet között él. És ott egy közösséget alkot. Ezt diaszporának hívják. Úgy, mint szétszóratás, diaszpora, szétszóratásban élő emberek. Olyan izraeliták, akiknek el kellett hagyniuk őseik földjét, és idegen országokban telepedtek le. Így világosabb lesz az, hogy kiknek szólnak ezek a levelek, mint például Péter első level, ami így kezdődik. Péter, vagy Kefa, Jahusa Hamásiáknak apostola, vagy Salák, a pontosban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában, Bithiniában elszélett jövevényeknek. Ez a szó jövevény, ez parapidemos, eklektos, úgy, mint kiválasztott jövevény, vagy kiválasztott idegenben lakozó, emigráns, bevándorló vagy idegen. Parapidemos, idegen, és eklektos, úgy, mint kiválasztott valamire, kihívott. Ez természetesen vonatkozhat bármilyen népcsoportra, csak azt szerettem volna megmutatni, hogy a pogány szó, a jövevény, az idegen, az elszélet, ez nem mindig azt jelenti, hogy egy nem izraelita népről van szó. És szerintem, hogyha ezt megértenék az emberek, akkor nagyon sok félreértés elkerülhető lenne. De nézzük Efézusiakhoz 3. fejezet 2. verset. Ha ugyan vagy bizonyára hallottátok Elohim kegyelmének rendelkezését, melyet nekem adott a ti érdeketekben. A római levél első fejezetét így kezdi Saul, Jahusa Hamásiák szolgája, elhívott apostol vagy salák küldött, elválasztva Elohim jó hírének hirdetésére. De a korintusiakhoz írt első levelében szintén ezt erősíti meg Saul, Jahusa Hamásiáknak Elohim akaratából elhívott apostola vagy salák és Sostenész az atyafi. Efézusiakhoz 3. fejezet, 3. vers így szól, hogy tudnéli kijelentés útján ismertette meg velem a titkot aszerint, amint az előbb megírám röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem vagy megértésem, synesis, úgy mint ész, értelem vagy felfogás, értelmi képesség, intelligencia. Jahusa Hamásiák titka felől. Ez a kinyilatkoztatás többek közt apostolok cselekedetei 26-os fejezetben van leírva, a 13-as vers így szól. Délben látám az úton király, hogy a mennyből vagy Samaimból a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala. Ez volt ugye Jahusa Hamásiák, és így szólt Saulhoz. Azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve megfogott neked jelenni.
Ez az a fogoly vagy szolga, amiről beszél Saul, ő szolgálja Jehusá Hamásiákot, hiszen az megjelent neki, kihívta abból a sötétségből, melyben élt. Megszabadítván téged e néptől, a Jehudimtól vagy a zsidóktól és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből, a világosságra és tánnak hatalmából, a törvénytelen, a tora nélküli életből Elohimhez térjenek meg, episztrefó, úgy, mint elfordulni az útjuktól, megfordulni, visszafordulni, térjenek meg, hogy bűneiknek bocsánatát, azaz a tora megszegésének bocsánatát, 1 János 3-4, és megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek én bennem való hit által. A 18-as vers leírja, hogy hogyan is tér meg az ember, és hogyan nyer örök életet. Egy vers leírja, hogy mi a jó hír, úgyhogy elolvasom még egyszer. Ez tulajdonképpen a jó hír, amit evangéliumnak hívnak. Amiről beszél az egész kereszténység, hogy ők ezt hirdetik, ennek ellenére a cselekedeteik elárulják őket, hogy nem ezt csinálják. Megnyissad a szemeiket, azaz megértesd velük, a sötétségből a világosságra áttérítsd őket. Az atya maga az igazság. Ő minden világosságnak az atya. Satán hatalmából mi az ő hatalma? A halál. A halál pedig a bűnnek a zsoldja. A bűn pedig a törvénynek a megszegése. Erről beszél itt is, ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol. Satántól Elohimhez térjenek meg, és akkor bűneiknek a bocsánatát megkapják majd. A bűn pedig nem más, mint hamartia, úgy, mint tévedés, vagy pedig hiba. Valaki, aki bűnt követel, vagy vétkezik a törvény, vagy a tora ellen. Valaki, aki bűnben él. Ennek a bocsánatát fogja megkapni majd az ember, és utána megszentelt lesz, és azok között osztályrészt nyer majd, a megszenteltek között. Ki az, aki megszentelt? Hagiadzó, aki Elohimnek el van különítve, Kodesnek van tekintve, és úgy él, megtisztul, ez az, akiről beszél, aki osztályrészt nyer majd. Mindez hogyan? Az én bennem való pisztész vagy hit által. Erről beszél Saul itt efézusiaknak, erről ír, hogy megjelent neki, és láthatják, hogy mi az ő története, hogy hogyan is alakult ez az egész, amikor elmondta neki, hogy hogy lett ő fogja, szolgálja, hogy jutott el idáig. Hogyan értette meg Jehusá Hamásiák titkát? Azt, hogy a Tanák mindvégig arról beszél, hogy el fog jönni ez a Másiák, ez a felkent, ez az ember, aki meghal Izrael bűneiért, és az egész világ bűnéért. Jehukanon első levelében elmagyarázza ezt, és fiaim, ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Mi a vétek? Hamartano ugyanabból az alapszóból ered, amiről beszélt Jehusá Hamásiák Saulnak a Damaszkuszba vezető úton, hogy a bűneikért bocsánatot nyerjenek. A bűn az a tora megszegése. Itt azt mondja János, hogy ne vétkezzetek. Ugyanazt a szót használja, ne szegjétek meg a torát. És ha valaki vétkezik, ha valaki mégis elkövet bűnt, van egy szószólónk az atyánál, ez pedig Jehusá Hamásiák. Ő az engesztelő áldozat, ahogyan mondta ő Saulnak szintén, a mi vétkeinkért, Hamartánó, de nem csak a miénkért, hanem az egész világéért is. Ez az a titok, amiről beszél, erről ír, hogy ezt megértette, amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett az ő Kodesh apostolainak és profitáinak a ruák által. Mindvégig erről volt szó a kezdetektől fogva, csak ők ezt nem értették, sőt a farizeusok, illetve a Yahudim még akkor sem értette, mikor ott járt közöttük, és még utána is folyamatosan harcoltak ez ellen. A legtöbb ember pedig még ma sem érti, hogy hogy működik ez a dolog. Ez Ézsaiás vagy Jesajáhu 49-es fejezet 5-ös vers, és most így szól Jahua, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott. Jahusá Hamásiákról beszél, de egyébként az ő szaváról beszél. Hogy Jakobot hozzám megtérítsem, ugyanaz a szó, amit használt az előbb megnéztünk, csak ez a Tanákban, súb, úgy, mint elfordul vagy visszafordul, hogy Jézsár
hozzá gyűjtessék. Kicsodáról beszél? A 12 törzsről, Jakob és Jezreel. Hiszen tisztelt vagyok Jahua szemeiben, és erősségem az én hatalmasságom. Így folytatja. Kevés az, hogy nekem szolgám légy a Jakob nemzetségeinek megépítésére, és Jezreel megszabadultjainak visszahozására, azaz ez nem elég, hanem sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ez a nép pedig ugyanaz a nép, amiről beszél az elején, mikor azt mondja, hogy pogány, itt goj vagy goyim, ez lehet más nép, vagy pedig lehet Izrael. Kiderül a szövegkörnyezetből, és egyértelmű, hogy itt más népekről beszél. Hiszen elmondja, hogy Jakob, illetve Izrael visszahozására, sőt, még a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedje. Hogy tudnélik a pogányok, kik ezek a pogányok, etnosz, ha megnézzük, hogy mi ez a kifejezés a héberben, akkor látjuk, hogy az egyik az goj vagy goyim, amiről írt Ézsaiás. Szóval a pogányok örökös társak és egyazony test tagjai és részei az ő ígéretének, Jehussá HaMásiákban a jó hír által. Most már érti mindenki, hogy ki az, akiről beszél itt Saul. Itt a többi népekről beszél. Ez volt az ígéret, amit Ézsaiásnak tett. Ez volt az, amiben ő az egyik szerepet játszotta, hiszen elhívta őt a Damaszkuszba vezető úton, és azt mondta, hogy ezekhez a népekhez küldelek el téged. Ez egy profécia teljesült be Saulban, hogy elküldte őt a népekhez, hogy egy fény legyen, vagy egy világosság legyen, aki oda vezeti Jahuához majd ezeket az embereket. A jó hír pedig az előbb megtárgyaltuk, hogy mi. A jó hír nem az, hogy ő eljött és eltörölte a törvényt. Az egy rossz hír lenne. A jó hír az, hogy mindenki, aki az ő útját járja, aki a Tora szerint él, és hitben az eljuthat Jahuához. A jó hír az, hogy a bűneinket megbocsátotta, és még mindig hajlandó visszafogadni minket. Nem az, hogy mostantól egy törvénytelen élet köszönt be. Folytatja a hetes versben, amelynek szolgájává lettem én, Elohim a kegyelmének ajándékából, mely adatot nekem az ő hatalmának munkája szerint. Megmutatja Saul, hogy a hatalom az Jahuától jön, és ez egy kegyelem, egy ajándék mindenki számára, hiszen ahogy éltünk, abból kiragad minket, és ezért semmit sem tett az ember, sőt, mindent megtett az ő ellenére. Azt mondja, hogy nekem minden szentek között, a szent az, aki el van választva a világtól. Ezért mondja azt, hogy legyetek szentek, ahogyan a mennyei atyátok is szent. Aki nem érti a Torát, vagy nem foglalja az bele a saját életébe, az nem lehet szent. Arról itt nincs szó. Így lesz valaki különb a világtól, hogy elkülönül tőle. Erről beszél, hogy ő a leges, legkisebb a Kadosim, vagy a szentek között, és neki adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdesse Jehusa HaMásiák felfoghatatlan gazdagságát. Ez a végére mehetetlen. Hogy az ember nem tud a végére járni, ez nagyszerűen kiderül a Szent Imréből. Hirdessem a felfoghatatlan gazdagságát, illetve a Káldi felfoghatatlan gazdagságát. Nézzünk meg akkor még egy erre vonatkozó jövendőlést, ez szintén Jesiáhu, Ézsaiás 51-es fejezet 3-as verstől. Mert megvigasztalja Jahua Siont, ez ugye Izrael, megvigasztalja minden romjait, pusztáját olyanná teszi, mint Éden, kietlenjét olyanná, mint Jahuának kertje. Öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Figyeljetek rám én népem, és rám hallgassatok én nemzetem, ugye ez a saját népéről beszél, Izraelről, vagy pedig Jakobról, a 12 törzsről, mert tanítás, Tora, megy ki tőlem, és törvényemet, mispát, a népek megvilágosítására megalapítom. Ugyanerről a világosságról beszélt apostolok cselekedeteiben, erről írt Kefa, erről írt Saul, erről beszél Jehukonon, mindenki erről a világosságról ír. Mi ez a világosság? Tanítás megy ki tőlem, azaz Tora megy tőlem, és az én rendelkezéseim, vagy ítéleteim a népek megvilágosítására megalapítom. A világosítás pedig or, ugyanaz a kifejezés, amit használ az elején, mikor azt mondja, hogy legyen világosság. Ez egy Mózes, egy hármas vers Elohim mondta, hogy legyen világosság, azaz or, és lőn világosság, és látja Elohim, hogy a világosság jó. Az ő szava
A tudás, az a világosság, az az élet, az vezeti el az embert vissza hozzá a sötétségből. Van egy saját népe, és ez a tanítást ők elviszik a többi néphez, és ez az ő torája, ez az ő mispátja, az ő ítélettételei, és ez megvilágosítja a népeket. Közel az igazságom, mi az igazság? Cedik! Ki ő a szabadításom, megszabadít a bűntől, karjaim népeket ítélnek, engem várnak a szigetek, úgy mint Eji, sziget, vagy szigetvilág, karomba vetik reménységüket. A szigetek pedig nem más, mint a többi népek. Ő benne bíznak ezek az emberek. De nézzük, hogy hogyan folytatja, mert nagyszerű, ahogyan levezetés. Ismét csak a Toráról van szó, hiszen arról beszél. Így kezdi. Figyeljetek rám, én népem, rám hallgassok, én nemzetem, mert Torá megy ki tőlem, és az én ítéleteim a népek megvilágosítására megalapítom. Akkor minek kellene eltüntetni? Hatos vers. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá. Mert az egek, mint a füst, elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. Mi az ő igazsága, az ő torája és az ő törvénye? De ha valaki nem hiszi el nekem, nem kell, hogy elhiggye. Hetes vers így szól, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, Cedik, ugyanaz az igazság, amiről az előbb beszélt, meg amiről mindvégig beszél, te nép, kinek szívében van az én törvényem, ami nem más, mint Tora. Miről beszél Saul a 9-es versben az efézusiakhoz? És hogy megvilágosítsa mindeneknek, vagy mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Elohim a titok felől, mely elrejtett vala örök időktől fogva Elohimben, aki mindeneket teremtett, Jahusá, Hamásiák által, aki nem más, mint az ő szava. És így világosítja meg ő az egész világot, és eljut az ő szabadítása az egész földre mindenkihez. Mert a népek megismerik az ő szavát, ami az ő torája, hogy az vezet el az életre, hogyha azt az ember hitből csinálja, ahogyan mondta azt az apostolok, idézetben Jahusá Hamásiák Saulnak, ahogyan mindenki mondja azt. Azt mondja, hogy mindent teremtett Jahusá Hamásiák által, hiszen az ő szava által teremtett mindent. Kezdetben vala az ige vala Elohimnél, és Elohim vala az ige, kezdetben Elohimnél vala, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet vala az emberek világossága. Mit mondta az előbb Ézsaiásban, hogy az ő torája és az ő törvényei az a világosság, és az fog elterjedni az egész földön. És a világosság a sötétségben fénylik, úgy, ahogy mondta apostolok cselekedeteiben, Jahusá Hamásiák, hogy megvilágosítod az embereket, és a sötétségből átvezeted őket a világosságra, és ez nem más, mint az ő szava, ami a Tanák. És ez a világosság a sötétségben fénylik, a világ a sötétség, mert ő a Tora nélkül él, és hit nélkül él. De a sötétség nem tudja befogadni a világosságot, hiszen az két különböző dolog. Ezért mondta azt az elején, 1 Mózes első fejezetben, a 4-es vers így szól, látta Elohim, hogy jó a világosság, mi ez orr, ugyanaz, ami a Tora, ami az ő parancsolatai, ami az ő rendelkezései. És elválasztá Elohim a világosságot a sötétségtől. Ugyanezt mondja Jehukanon az első fejezetben, a sötétség nem fogadta be azt, a sötétség és a világosság nem lehet együtt. Ahogyan mondta azt, Jehusá Hamásiák, a sötétségből a világosságra vezeted őket, Satán hatalmából, ami a bűn, Elohimhez megtérjenek, ami elfordulás a bűntől, bűneiknek bocsánatára, megszenteltek lesznek a Tora által, és én bennem hisznek, ez a jó hír. Örök időktől fogva Elohimben ez ki volt jelentve, de ez egy titok maradt, ez egy misztérium maradt, ami valami, ami el volt zárva, ami el volt fedve, és csak azok értik, akik be vannak avatva erre. Ezért mondja az, hogy a Salák, vagyis az apostol, illetve a proféták, vagy a Nebi, aki ezt érti, és ők azok, akik elhozták. A kezdetektől fogva ott volt ez a titok,
Most olvastuk el 1 Mózes első fejezetben. A sötétség és a világosság elválasztja a kettőt. A világosság az, ami jó, a sötétség az, ami rossz. Az ő szava az, ami jó. Az az, ami teremt mindent. Az a világosság, ez az ő instrukciója, Tora az embereknek, aki az övé. Ezért mondja azt, hogy ez a misztérium vagy titok a kezdetektől fogva ott volt. Az első oldalon ott van, onnantól kezdve végig erről szól a könyv. Nézzük a 9-es még egyszer, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, azaz mindenkinek, aki még eddig nem értené ezt, hogy miképpen rendelkezett Elohim ama titok felől, mely elrejtetett vala örök időktől fogva Elohimben, aki mindent teremtett Jehusá Mássiák által azért, hogy megismertessék most a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az Ekklészia által Elohimnek sokféle bölcsessége. Azaz mindenki megtudhatná Elohim bölcsességét az Ekklészia által, az Ekklészia pedig a kihívottak. Azok az emberek, akik a világból kihívottak, akik a sötétségből a világosságra jönnek, Satán hatalmából Elohimhez jönnek, az ő viselkedésük az, ami megmutatja majd mindenkinek Elohim sokféle bölcsességét, amaz örök eleve elvégzés szerint, melyet megcselekedett Jehusá Hamásiákban, Adonájban. És Saul fő szerepet vállalt ebben az egészben, hiszen ő igazán megértette, hogy mi az, amiről szól, hogy hogyan lehet üdvözülni, hogyan lehet megigazulni, hogyan kell viselkedni az embernek, mi a folyamat. Ezért volt neki annyi harca az összes többiekkel. Nem arról van szó, hogy csak ő értette, arról van szó, hogy a legtöbb ember akkor sem értette, ugyanúgy, ahogy most sem érti. Akkor más okok miatt nem értették, mint most. De a probléma mindig az volt. Az igazság, az üdvösség, a hit, a tora, és hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Jehusá Hamásiákban, Adonájban, akiben van a mi bátorságunk, és bizodalommal való menetelünk az ő benne való hit által. Megismétli nekik ugyanazt, amit mondott neki apostolok cselekedetei 26-os fejezetben. Azt mondja, hogy ő általa jutunk el az atyához, ugyanúgy, ahogyan mondja Jehukanon 14-es fejezetben maga Jehusá Hamásiák. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ő benne bízik az ember, és így tud majd eljutni az atyához. Ez a bizodalom, ez a bátorság, ez benne van. Zsidókhoz Avri 6-os fejezet 17-es verstől így szól. Miért is Elohim kiválóban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe? Azaz, amit ő megmondott és megígért Ábrahámnak, Izsáknak, Jakobnak és az összes pátriárkának, azt ő meg fogja csinálni, és ez megváltoztathatatlan. 18. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy Elohim hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ki ez a reménység? Jehusá Hamásiák, mely lelkünknek vagy a ruáknak mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitó bement értünk Jehusá, aki örökké való főpap lett meg Melkisedek rendje szerint. Nem arról beszél, hogy mi mindannyian be tudunk már oda járni, mint főpapok, a legszentebb szentébe. Arról beszél, hogy ő az útnyitó, aki bement, mint egy örökké való főpap előttünk. Mi oda készülünk, hogy az atya jelenlétében legyünk, de még nem tudunk ott lenni, hiszen a test bűnös. Nekünk szükség van egy útnyitóra, az útnyitó pedig prodromos, egy előfutár, egy élen haladó, az, aki elől jár. Szent Imre azt írja, hogy elsőnek lépett beértünk Jehusá, mert Melkizedek rendje szerint való főpap, a Káldi pedig azt mondja, elsőként lépett beértünk Jehusá. De itt ugyanazt írja a 19-es 20. vers, mint amiről beszél az előbb efézusiaknak. Lelkünk biztos, szilárd horgonya ez, mely a függöny mögé ér. Ő az, aki először belép oda, ő a biztosíték, a szilárd horgony, ő az a szikla, amire az ember építi a házát, ha azt cselekszi, amit ő mondott. Ezt írja Efézusiakhoz, akiben van a mi bátorságunk és bizodalomban való menetelünk Elohimhez, az ő benne való hit által. Szó szerint erről beszél Zsidókhoz.
Ő az előfutár, az, aki elől megy, aki bemegy, mint egy főpap, és közben jár értünk, amiről írtja Hukanon, hogy ha bűnt követel valaki, van egy közben járó, aki közben jár. Nem mi megyünk oda személyesen, hanem egy közben járó által. Mi oda készülünk, hogy eljussunk oda, azonban még nem jutottunk el oda. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti értetek való nyomorúságaim miatt, melyek nektek dicsőségetekre vannak. Ezeket a nyomorúságokat Jehussá HaMásiák elmondta már apostolok cselekedetei 9-ben, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Ez természetesen Saul, aki elszenvedi ezeket. Erről ír itt, hogy mik azok a megpróbáltatások, amiken neki át kell esni. Hiszen utálják a zsidók, utálják a pogányok, ha olvassuk apostolok cselekedeteit, akkor vége hossza nincs annak, hogy mi az, amiken átesik. Nem csak ő persze, hanem az összes Selakim vagy az összes apostol. Ez okáért meghajtom térdeimet Adonai Jehusa Hamásiáknak atya előtt. Akkor ezek szerint még mindig nem egyenlő a kettő vagy egyenrangú, hiszen az ő atya előtt hajtja meg, és Jehusa Hamásiák már nincsen a földön. Akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő ruhákja által a belső emberben. A legtöbben sajnos nem értik azt, hogy mi az, amiről beszél Saul, és mit jelent, amikor azt mondja például, hogy a dicsősége gazdagságáért, arról beszél, hogy az az ingyen ajándék, az a kegyelem, amit minden bűnösnek adott, azzal, hogy hív minket, és lehetőséget ad a megtérésre, illetve a Tora szerint való életre, Jehusá HaMásiákba vetett hit által, ennek az értéke felbecsülhetetlen, az, hogy megadja ezt a lehetőséget. Ez az ő dicsősége, hogy ő igenis olyan, amilyennek ő mondja magát. Ő betartja a szavát, ő nem változik meg. Ő az, aki igazán tudja, hogy mi az, hogy szeretni, mi a türelem, mi az, hogy hosszú tűrés, és mindazok a jellemzők, amiket szeretne bennünk látni, hiszen ő ilyen. Ez az ő dicsőségének a gazdagsága, a nagyszerűsége az, hogy ő annak ellenére, hogy bármit megtehet, mégis foglalkozik ezekkel a pondrókkal, akik itt vannak a földön, és leélik az életük nagy részét úgy, hogy nem is értik, hogy mit csinálnak. És a lélek az, ami által megerősödünk a belső emberben, hiszen a belső ember követni szeretné az ő instrukcióit, és egy örök harcban áll a teste. Ez az, amiről beszélt az elején, és folyamatosan erről ír. Megerősít a ruák a bűn elleni harcban. 11-es vers Rómaiakhoz 6. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, nem a törvénynek, hanem a bűnnek, ami a törvénynek a megszegése. De éltek Elohimnek, Adonai Jehusa HaMásiákban benne, ne uralkodjék tehát a bűn, azaz a törvény megszegése, a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Ne kövessetek el bűnt, és a ruach hakodás ebben segíti az embert. Ez az, ami a belső embert erősíti. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül, jogtalanság, törvénytelenség, a bűnnek, nem a törvénynek, hanem a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Elohimnek, mint akik a halálból az életre kerültek, mit mondott Mássiák, hogy a sötétségből a világosságra, Satán birodalmából, Elohim birodalmába áthozza az embereket, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül Elohimnek, mert a bűn, a törvény megszegése, ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. Hiszen ez az ő ajándéka. Nem az, hogy mostantól mehet mindenki és bűnben élhet, hiszen azt mondja, hogy mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel, hogy nem vagyunk a törvény alatt? Mi a vétek? A törvénynek a megszegése. Itt van, hamartánó, a törvény ellen való vétség. Megszegjük-e a törvényt, mivel, hogy nem vagyunk az alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Semmiképpen. Nehogy eszedbe se jusson, hogy ilyet csinálj. Ő oda szánta magát Jehusa HaMásiáknak fogjul, megkötözte magát hozzá, kötözte magát, őt szolgálja. Figyelmeztet erre minket? Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek. Két út van, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mi az igazság? Az ő szava, aki a kezdetektől ott volt. Ez a világossága a világnak. A Tora.
Azt mondja, hogy a ruák erősíti meg a belső embert. A belső emberről egyébként ír Rómaiakhoz 7-es fejezetben, a 22-es versben, mert gyönyörködöm Elohim törvényében a belső ember szerint. Végig arról beszél, hogy a Tora az egy nagyszerű dolog, így kellene élni. De van egy másik törvény az én tagjaimban, mely ellenkezik ezzel a törvénnyel. Ez a törvény pedig a test, az, ami bűnt akar elkövetni, és rabul ad engem a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, hálát adok Elohimnek, Adonai Husach másiák által, mert elmémmel, Elohim törvények, testemmel a bűn törvényének szolgálok. Így kezdi az Efézusiakhoz írt levelet. Ki az, aki megszabadítja őt? Ő már oda szánta magát, foglyul, vagy rabul szánta magát. Az a bűn foglyul ejti az embert, vagy hadifogságba ejti az embert. Azonban ő Jehusa Hamásiáknak fogja. A szó az, ami megszabadítja az embert a bűntől. A Tora az, ami megszabadítja az embert ettől, az életformától, ami a sötétség, ami is a támbirodalma, ami Belial, ami a hitetlenek útja. Megismétli ezután azt, amit a rómaiakhoz írt, vagy amit mindenki mond. Az ő lelke által a belső emberben megerősödünk, hogy lakozzék másiák a hit által a ti szívetekben. Mit mond Ézsaiás 51-es fejezet 7-es vers? Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te népkinek szívében lakik a törvénye. Jehusa Hamásiák lakik a szívünkben. Ez az, ami megszabadít minket a sötétségtől, hiszen ha a Torája van a szívünkben, Ruach HaKodes vezet minket, akkor mi nem vagyunk a törvény alatt, hiszen nem fogjuk megszegni, mert mi más emberek vagyunk. Szeretetben meggyökerezvén, alapot vevén ki az alap, ő maga, Jehusa Hamásiák, az atya szava, ez az a szegeletkő, ami az alap, hogy megérthessétek minden, Kadosimmal, vagy szentekkel, akik nem a világ szerint élnek, egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága. Miről beszél? Arról, amire azt mondta, hogy megérthetetlen. Mikor arról írt, hogy a pogányoknak hirdessen másiák végére mehetetlen gazdagságát, hogy azt a kikutathatatlan gazdagságot, azt megmutatja nekünk. Hogyan? Úgy, hogyha az ő torája a mi szívünkben él. Ezért mondja azt, hogy szeretetben meggyökerezvén, alapot vevén, és akkor megértheted majd minden szentekkel egyben, azok, akik nem csak azt mondják, hanem úgy is élnek, hogy mi a mértéke, hogyan is néz ki ez a gazdagság, ami a világ számára megérthetetlen, hiszen nem úgy élnek. Hogy lehet szeretetben meggyökerezni? Jehokanon első levelében leírja, mert az Elohim szeretete, agapé, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez nem más, mint a Tora. És így vagyunk az ő gyermekei, így tudunk a sötétségből a világosságra, Satán birodalmából elkerülni Elohim birodalmába, mert mindaz vagy mindenki, aki Elohimtől született, legyőzi a világot, ami a sötétség. Ezt mondta János az első fejezetben, hogy ő benne volt az élet az emberek világossága a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja azt be. 10. vers, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. De mindaz, aki Elohimtől született, aki tudja, hogy mi az ő szeretete, az, hogy megtartja az ő parancsolatait, az az ember le fogja győzni a világot, és az a győzedelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk. És ez mi, aki legyőzi a világot, az az, aki hiszi, hogy Jehusa Hamásiák Elohim fia. Mellesleg ez a szeretet, amiről ír az Efézusiakhoz, ez agapé, ugyanaz, amiről Jehukanon beszél. Ez az a szeretet, aki megtartja az ő parancsolatait. Ha már a sötétségnél és a világosságnál tartunk, nézzük meg ismét egy példát arra, hogy ez a jóslat a kezdetektől fogva megvolt, illetve végig vonult az egész tanákon. Ézsaiás, vagy Jesajáhu, 60-as fejezet így szól. Kelj fel, világosodjál meg, orr a világosság, ugyanaz az orr, vagy kifejezés, amiről eddig szó volt. Mert eljött a világosságod, és Jahua dicsősége rajtad feltámad. Miről ír Saul? Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért,
hogy hatalmasan megerősödjetek az ő ruhákja által a belső emberben. És hit által már siák lakik a szívetekben, aki az ő szava, akkor fog majd a szeretet bennetek meggyökerezni, alapot vesz, mint az a szegeletkő, és úgy fogjátok megérteni majd Jahuát, az atyát, hogy mi is ő, hogyan is viselkedik, mi az ő karaktere. Ezt mondja, hogy eljött a világosságod, és Jahu a dicsősége rajtad feltámad, mert íme sötétség borítja a földet, a világot, és éjszaka a népeket. A nép pedig nem más, mint Leom, úgy, mint az összes nép a világon. De rajtad feltámad Jahu, és az ő dicsősége rajtad megláttatik majd. Mi az ő dicsősége? Az a Tora, az ő szava, amikor az ember az teljes szívéből, teljes erejéből csinálja. Ez a dicsőség, ami kiemeli őt a világból, ezt teszi szenté, vagy kdusá. Ez választja el a világtól. És népek jönnek majd világosságodhoz, ez pedig már goj vagy goyim. Más népek a te világosságodhoz, ami az ő szava, királyok a neked feltámadt fényességhez. Jönnek majd Sionba vagy Jeruzsálembe azért, mert a népe visszatért hozzá, a többi nép pedig látja, hogy mi az, amit csinálnia kellene, és aki megtér, az olyan lesz, mint ők. Így lesz majd mindenkinek része ebben a világosságban, akit hív, és aki hallgat, és akit kiválaszt. Kiismerik majd az atyát, és megismerjétek, ez 19-es, Efézusiakhoz 3, Jahusá másiáknak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, agape, mi az? Ugyanaz a szó, amiről beszéltünk mindvégig, hogy beteljesedjetek Elohimnek egész teljességéig. Mellesleg ez a beteljesedjetek, amiről itt beszél, ugyanaz, mikor azt mondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem azért, hogy betöltse. Ugyanazt a szót használja itt, plerao. És Elohimnek egész teljességéig így juthat el az ember majd, ha követi az ő utasításait. A teljesség pedig a pleraóból a pleroma. Úgyhogy annak a szónak, amiről beszél ott, Máté 5.17-ben, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy ő betöltötte, és az már nincs. Arról van szó, hogy az embert feltölti ez az egész. Olyan lesz, mint Jahusá HaMásiák. Úgy fog élni majd. Betölti, teljessé teszi, végrehajtja. Így teljesül be majd ez a dolog. Teljessé válik ez az egész. Úgy, hogyha az a szeretet bennünk van, és a hit szerint járjuk ezt az utat. Nagyszerű, ahogy befejezi ezt a fejezetet, illetve hát befejeződik. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, aki bármit megtehet, korlát és határ nélkül, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, ugye azon felül, amit mi egyáltalán fel tudunk fogni, vagy el tudjuk képzelni, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, mi ez az erő? Ruach HaKodesh, ami bennünk van, ami minket arra sarkal, hogy kövessük az ő útját, hogy járjuk. Ezért mondta, hogy megadja majd a vigasztalót, ami elvezet minden igazsághoz. Mi az igazság? Az ő szava. Azt akarja, hogy ez benne legyen az emberben. Ez az ő igazsága, ez a világosság. És Ruach HaKodesh az az erő, ami által ő dolgozik abban az emberben, aki hajlandó engedelmesen, alázattal járni ezt az utat. Annak legyen dicsőség az eklésziában, a kihívottakban, Jahusá HaMásiákban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Amén. Még mindig nem arról van szó, hogy Jahusá HaMásiák egyenlő az atyával. Még mindig arról beszél, hogy annak legyen dicsőség, aki mindezt megcselekszi, aki mindezt kitalálta, akinek hatalma van, és az nem más, mint Abba Jahua. Az egyház kifejezés pedig nem más, mint eklészia, kihívottak közössége, azok, akik a Tora szerint élnek, hitből. Semmi köze nincs ennek ahhoz, ami ma történik az egyházakban. Az a világ. Az satán, az a sötétség, az a hitetlenség. Aki nem a Tora szerint él, annak nincsen hite. Az nem szeret, és az nem az ő gyermeke, és nem tudja hirdetni az ő dicsőségét, mert a dicsőséget a kihívottak hirdetik, mert ők Jahusá HaMásiákban élnek
hitáltal, Ruach HaKodesh vezetésével. És örökké ezek az emberek hirdetik ezt a dicsőséget. Nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Mindig azok hirdetik az Atya dicsőségét, akik úgy élnek, ahogyan ő azt elmondta, ahogyan ő azt megkívánja. Olyannyira örökkön örökké tart ez, hogy még jelenések könyve, vagy Higalú, Chazon 21-es fejezetben is így írja. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nincsen. És én Jehukanon látám a Kodesh várost. Valaki azt gondolja, hogy abban a városban lesznek olyanok, akik a Torát nem akarják elismerni, vagy akik azt mondják, hogy ez egy átok, vagy bűn, vagy az rabság. Ez a Kodesh még mindig ugyanazt jelenti, mint amit mindvégig. Hagios, Elohimnek szentelt. Kodesh, tökéletes, hibátlan, tiszta, az új Jeruzsálemet, mely Elohimtől száll alá mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. 23-as vershez elugrunk, ennek a városnak nincs szüksége napra és holdra, hogy világítsanak benne, mert Elohim dicsősége az, ami megvilágítja, és annak lámpása a bárány, ami nem más, mint Jahua szava, a Tora, illetve a Tanák. És azok a pogányok, azok a népek, vagy az etnosz, aki megtartatik, azaz aki üdvözül szodzó, annak világosságában fognak járni, és a föld királya az ő dicsőségüket, tisztességüket abba viszik, kapui nem záratnak be éjjel se nappal, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, és aki utálatosságot vagy hazugságot cselekszik, még mindig a tisztátalan kimarad, és az utálatos, és a hazugságot cselekvő még mindig kimarad. Csak az megy be, aki beiratott az élet könyvébe, amely a bárányé. Halleluja! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! És shalom!